Mint a program szervezője elmondta, hogy a konferenciára országos hírű történészek, szakértők érkeztek Karcagra kutatásaikról előadni, és azt központba helyezni, hogy mi az alapja ennek a konferenciának, mi adta a téma aktualitását, jelentőségét. Már most azt mondom, hogy nem vagyunk teljesen kezdők, hogy a konferencia szervezésben, már nekem is ez nem tudom, a hanyadik konferencián vagy ilyen tudományos ülésnek a szervezése, és van már egy pici gyakorlatunk, amit igyekeztünk a mai alkalommal kamatoztatni, ezért a tematika az, ahogy mondtam, tulajdonképpen 20. századi életpályák, politikai, katonai, közéleti életpályák egyébként, de igyekeztünk nagyon sokszínű előadógárdát felvonultatni, és ezúton is köszönöm nekik egyébként, hogy szinte azonnal elfogadták a meghívásunkat. A konferencia tudományos ülés a közéleti szerepek és politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon címmel, ahogy a név is tükrözi, különböző életpályákat áttekintve kíván egy közel 100 éves történelmi milliót felidézni. Arra a kérdésre, hogyan épült fel a konferencia tematikája és milyen előadásokra számíthattak a jelenlévők, a következő választ kaptuk. Lesz a mai nap folyamán két világháború közötti nőtörténet, ilyen profi sportoló története, lesz az izraelita közösség történetéről szó, lesznek izgalmas politikai, katonai pályáknak a bemutatása, tehát tényleg próbálunk ugye sokrétűek lenni. És ahogy itt körülnézek, azért szépen lassan az látható, hogy gyűlik, és már azért többen vagyunk, mint kevesen, tehát ez már lassan egy tömeg, és örülök, hogy a hallgatóság körében itt vannak a fiatalok. Ugye azt tudjuk azért, hogy minden szakterület az utánpótlás terén küzdködik, és nehezen tudja ugye a fiatal generációkat bemondani. Nekem nagyon jól esik azt látni, hogy akár jelenlegi gimnáziumi, akár már volt diákjaink, tehát egyetemi hallgatók jelen vannak az előadók körében, megtisztelnek minket, esetleg el tudjuk terelni őket ebbe a kutatói pálya irányába. Úgyhogy úgy gondolom, hogy már ezért is megéri ez a konferencia, meg azért is megéri egyébként, mert tényleg együtt tudunk gondolkozni, különböző intézmények, különböző kutatói műhelyek, vagy én például akár egy gimnáziumi tanárként olyan politikai, társadalmi, gazdasági kérdésekben, amelyek ugyan a régmúltban zajlottak, de meghatározzák napjaink alakulását is. Talán ezért éri meg, és talán ezért jó ez a mai tematika.